fabuja próbálkozik, akinek nem kisebb feladata van, mint Kiprik őrzése. Szekereshez talál, Szekeres a 16-osról, az első lövés fölé. És egy, azt hiszem, manapság megszívlelendő megjegyzés hallatszik itt, miszerint a Békés Csabának szurkoljon, ne az ellenfelet szívja, mindegyik szurkol a másiknak, és miközben én ezt elmondtam, sárga lapot kap a Tatabányai, a csapatkapitánya, Lapatos, mert alaposan felborította Tamás. Tamás és Gruborovics készülődik, aztán végül Gruborovics lövi el a jobb alsó sarok mellett a labdát. Kipri közreműködésével Círher mehet el a bal oldalon, keres társakat, Moldván fogja megtalálni, illetve csapott, de a labda elkerülte a középpályást, de nem szabadult fel a Békés Csabai kapu. Most Moldván, és most Kiprik, jó a beadás is, és ott van a 9-es Plotár, 1-0-ra vezet a Tatabánya. A gól a 22.-23. percben született, nagyon szép akció során. A második gólról sajnos lemaradtunk, Krasznyánszki öngolt véte. 2-0-ra vezette át a Bányász most már. Gruborovics és Csató tanakodik, hogy mi lenne a legjobb megoldás. Gruborovics beemel középre, Tamás fejel, és a bal felső sarok mellett csúszik el a labda. A Bányász ezekben a percekben védekezni kényszerül, vagy talán ez is a taktikához tartozik. Szekeres, Csanálosi, lő, ez remek volt. Kis Imre azonban szép mozdulattal szögletre állított. A Békés Csabaiak az 5. szöglethez készülődnek, a második félidőben ez az első, Szekeres híveli be a labdát, ott azonban kifejelik. Moldván pedig már egy jó cselel, akár el is tud menni, igen, még elérte a labdát, balra húz el egyedül, Csanálosi kergeti, középre tud adni, Kiprik pedig gólhelyzetben van, és nem is hibáz. A kifutó Bai, Kanál és a kapuban becsúszni próbáló Fabuja mellett megszerzi a Tatabánya 3. gólját. Csapó megcsúszva is jó labdát ad Kipriknek, aki Fabujával néz farkas szemet, Kiprik vár, hogy kinek adhatná, aztán Círhel találja, akinek lövése mellé száll. Kuruc balra indul, de aztán gyors váltás vissza jobbra Szentihez. Szenti egyből Szarvasnak, aki elveszti a labdát, indulhatnak a Tatabányaiak. Círher lendül meg a bal összekötő helyén, egyedül elviszi a labdát Csatót kicselezve, ott van már a 16-osnál, lövés, gól! Remekbe szabott egyéni akció végén 4-0-ra vezet a Tatabánya a második félidő 16-17. Percében Békés Csabán. Szalma bedobását Csapó kapja középre, az újonc Hegedűs belövi a labdát, belelövi Baiba. Moldván, balra Csapónak, Csapó egyre többet tűnik fel elől is. Jó a beadás, visszajátszik Moldvánnak, és megvan a Tatabányaiak 5. gólja. Moldván és Csapó összeölelkezik, aztán odaszaladt Pénagy is. Moldván előzékenyen átengedi a labdát Csapónak, a beadást Plotár kapja. És aztán a hármas sípszó követ.